A Szerencsi Tükör május 12-i adásában bemutattuk, hogy szerencsön a Rákóczi úton járművel közlekedve a Fecskés irányába a vasúti átjáróban a síneken jobb a helyzet, mint ezt követően a közúton. Ott már annyi a gödör, hogy kerülni sem lehet, így nincs más megoldás, mint zögykölődve nagy körültekintéssel átkelni a veszélyes szakaszon. Azután már csak a város határát jelző helység névtábláig éri a közlekedőket, kátyúkkal tűzdelt meglepetés. Június közepén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsodaboly-Zemlé igazgatóság dolgozói aszfaltozták a Sorompót követő rövid szakaszt, majd távoztak a helyszínről, hátrahagyva a Dobó-Katica utca termetes kátyúit. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél érdeklődtünk arról, hogy miért nem folytatták tovább a kátyúzást a Dobó-Katica utcán. Pécsi Norbert Sándor szóvivő június 26-án a Szerencsi Televízió szerkesztőségéhez eljutatott válaszában közölte, hogy az elmúlt időszakban a 37-es számú főúton újabb burkolathibák keletkeztek, ezért a társaság munkásai visszatértek a főközlekedési útra kátyúzni, ami lekötötte a kapacitásokat, ezért ideiglenesen leállították szerencsen az utcák javítását. Pécsi Norbert Sándor megerősítette, hogy a tervek szerint, amennyiben az időjárás engedi, a napokban folytatják a megkezdett munkát szerencsén a dobó Katica utcában.